A Veroninak volt egy szövege arról, hogy mi járna a nőknek, mikor menstruálnak, a Puncim kampánya címmel. Szóval ez most neki szól. Mármint nem a Puncimnak, hanem a Veroninak. Meg a csajoknak. Az a címe a farkam védőbeszéde. A faszom védőbeszéde. Nem jó. A pöcsöm védőbeszéde. Bazd meg, ez egyre rosszabb. Egy is az igazi. A péniszre meg nem el rá a szám. Meg eleve mit szólnál hozzá, kiállnék ide, és azt mondaná, hogy a farkamról akarok beszélni. Mi a faszról? A farkamról. Aki a mindennapokban lilő fark. A megfelelő inger hatására persze betonhopfi lesz. Aki alapvetően lustageri, de ha kell, rettenthetetlen kapitány Mátévá változik. A farkamról, aki olyan, mint a gege. Egyszer hat, aztán három. Hat, három. Hat, három. De hogy beszéljek róla, ha nem is szervem szinonimája a butasságnak, a butasságnak, a totális tűrhőségnek, keverve jó adag bunkósággal meghitve értetlenséggel és érzékentlenséggel. Te mekkora fasz vagy? Egyébként mekkora? Meg bazd meg, próbáld meg dicsérektént használni. Nézd meg, mekkora istentelenül nagy gigázi fasz vagyok. Hát, lehetetlen. Mert képzeljétek el, csajok, mi bazd meg férfiak, aztán meg vagyunk kurvára áldvám a fasszal. Mint ha állandóan egy túllógó nyelvű haranggal rohangálnál a lábad között, bazd meg. És nem csak a nyelvaló ki, ott van még mögötte két harangtest is. És ha azokat eltalálja valami, akkor hangos bimbambozás megy ám fejben, az önkéntelen csillagvizsgálás mellé. Helyből közelebbről látom a göncöt, mint a farkas Bertalan, onnan bazd meg. El tudod képzelni, milyen az, mikor a... Lehűlsz a vécére, és a nemi szerved hozzáér a faj az, az! Arról nem is beszélve. Mikor a leglehetetlenebb helyeken és időkben elönti a vér a fejét, és random keménykedik. Feláll a faszom, eső lesz. Külső nemi szervek, ne röhögtess már, bazd meg. Inkább rajtam kívülálló, pontosabban lógó szervnek nevezném a csonthiányos egyszarvamat, az elcsökevényesedett harmadik lábamat, a csípő ormányomat, ami vérezni sem tud, bazd meg. Max ugye, ha fitymaféket túlhúzzák. És nekem nincs kibúvó, ha rendszeresen szarul érzem magam. Nekem nem szabad egy karton sörrel, meg sósmagyaróval a takaró alá bújni, és régi BL döntőket nézni. Bűgve! Na és ha elmegyek, azt is csak hamar tudok. El nem tudod képzelni, milyen judo megy fejben, bazd meg, hogy azt az egy nyamvat kilövellést késleltessem. Gyerek szüli nap, ajándékok karácsonyra, anyáméknak. Mióta vecsen, várjál vissza szex, hogy még kemény maradjak, de ne menjek el. Várjátok, csajok, ti hányszor tudtok elmenni egyetlen szex alatt? Jó, tudom, az első az nehéz, de utána így 5-6 megvan, nem? Hát bazd meg, ez olyan, mintha megennéd életed legjobb pizzáját, aztán ehetné még hozzá 4-5-5 rá. Nekem 5-6 az minimum egy hét, még 15 éves koromban is akkor volt meg két napon belül ez a mennyiség, ha ismét élték a B-vacsot. Ráadásul, ha én egyszer elmegyek, úgy érzem magam utána, mint a maraton sprinteltem volna pókmászásban, bazd meg. Olyan a farkam, mint a ráncos öregek. Ha egyszer elült, nagyon sokszor gondolját, miért kell neki újra felállni? Úgyhogy jöhetsz nekem azzal, hogy fájás, meg görcs, ha annyi orgazmusod lehet egy hét alatt, mint nekem egész életemben. Szóval, ha ez az ára, menstruálni akarok! Most! 1, 2, yeah.